Nyíri agyagból indult a világhírű Komlós kiállítás, ezt a címet kapta a Józsa András Múzeum legújabb kiállítása. A tárlaton az 1930-as években útjára indult, ma már világszerte ismert Komlós kerámiát ismerheti meg a közönség. Komlós Miklós és testvére István 1931-ben a Szabolcs vármegyei Bencúrkör szárnyai alatt kezdték meg keramikusi karrierüket Nyíregyházán, később Japánból is kaptak megrendeléseket. Az elmúlt 12 év alatt ezekből több mint 200 darab egy magángyűjtő kezébe került. Kettő darab tárgy van, ami miatt elkezdtem ezt a gyűjtést. Nagyszüleim által örököltem az egyik nagyszülőmtől is, és a másiktól is egy-egy darabot, ami miatt elkezdtem ezt az egészet gyűjteni. Úgy éreztem, hogy emiatt el kell kezdenem, és egyelőre itt tartok. Aztán majd meglátjuk. A szobrok nagy részét régiségpiacokról tudta beszerezni a gyűjtő. Most ezeket különböző tematika szerint rendezték el a múzeum vitrinjeiben. Nem volt egyszerű a tárgyakat ugye összecsoportosítani az installációba, de nyilván voltak olyan témák, amiket szerettek feldolgozni, a népi téma, vagy a szerelem, vagy esetleg a női dolgok, vagy hát a nő bemutatása az 1930-as években, de ezen kívül az állatok is, meg különböző fantázia tárgyak is készültek, vagy kerültek ki a kezeik alól. A hétköznapi élet ihlettett témát és a polgári élet mindennapjait bemutató Art Deco stílusú kisplasztikák mellett egy másik kiállítás is nyílt a múzeumban. Korábban rendszeresen látható volt a restaurátorok műhelytitkai, most ezekből válogattak. A restaurátorok tevékenységét is szeretnénk bemutatni. Nekik mindig vannak vizsgamunkáik, és a vizsgamunkákról minden egyes vizsgázó készít egy tablót, hogy miből mi lett. Erre már nekünk gyakorlatunk van, ugyanis a Józsa András Múzeumban 3 éven keresztül folyamatosan bemutattuk ezt, a restaurátor műhely titkait, és most pedig összességében szeretnék bemutatni 30 tabló át, hogy tulajdonképpen a restaurátorok mivel is foglalkoznak. A világhírű Komlós kiállítás és a restaurátorok tevékenysége című tabló kiállítás évvégéig látható a Józsa András Múzeumban.